ez a viseletes, vödörrel való locsolás, ezt a tánccsoport fiai őrzik. Amióta a csoport van, azóta ők járják így a várost. Volt, hogy lovaskocsin jöttek, volt, hogy zenészt hoztak magukkal, most is énekelnek, lehet hallani. Tehát ők még ezt a viseletes vödrös locsolást képviselik. Többiek is járnak locsolni, de ők is zakóba, kölnivel, parfümmel. És te hogy viseled ezt, hogy minden évben azért rendesen nyakon öntenek, nem egy, hanem legalább 20 vödör vízzel? Én lelkiekben készülök rá. Tehát várom is. Tehát, hogyha nem jönnének, hiányozna. De hát kellemes érzés nagyon, amikor 9 vödör vízzel nyakon öntik az ember, de ez a szép, ez a jó benne. A fióknál külön szertartás a locsolás, amely eredetileg termékenységvarázsló jellegű népszokás volt. Eredetének egyházi magyarázata részint a keresztelésre utal, részint arra a legendára, mely szerint Jézust, a feltámadást hirdető jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták volna a zsidók elhallgattatni, illetve a Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vívő asszonyokat. A legények előre megszervezett köszöntős felvonulásai zászlóval, zenével szintén nem az ősi formát tükrözik. A gyermekek locsolkodása szagos vízzel, rövid versikék kíséretében, adománykérés céljából újabb keletű és a városokon is ismert. Azt úgy megyek a nyájam közére is járva, hogy nincsen edő, vagy nincsen emegés mála. De úgy megyek a nyájam közére is járva, hogy nincsen edő, vagy nincsen emegés mála. Lévén, hogy mi a felvidéki tánccsoportnak a magját képezzük, mi felvidéki dalokat szoktunk így énekelni útközben. Illetve hát a versek azok nagyon változóak. Függően attól, hogy mennyire vagyunk már a napba belehaladva, úgymond, így szépen magyarosan mondjam, tehát egyre rövidebbek lesznek és egyre egyszerűbbek. A táncosok nem elégedtek meg a nyakon öntéssel, addig nem mentek tovább, amíg a lányokat meg nem forgatták egy tánc erejéig. A riporter sem úszta meg áldás nélkül ezt a napot, a legények teljes odaadással teljesítették a rájuk rótt feladatot. A lányos házaknál az apa feladata a locsolók jól tartása, a nagykorú vendégeknél a jófajta házi pálinka sem maradhatott el. Ahol eladó lányok vannak a háznál, ez mindenképpen egy komoly szertartásos művelet, minden húsvétkor a nagy locsoló tömeg, és hát ezzel kívánnak a srácok ugye szépséget, termékenységet a lányoknak az elkövetkezendő egy évre, és hát az ezzel járó kis ünneplés, kis italozás, süteményezés, ez mindenféleképpen egy emlékezetes dolog, amiről mindig egy évig beszélünk, amíg az újabb ellen érkezik. Te szoktál menni locsolni, vagy te már csak fogadod a locsolókat? Hát én már inkább csak fogadom a locsolókat. Természetesen fiatal koromban én is eljártam locsolni, nem ilyen szervezett népi együttes keretei között, csak maszek kisgyerekként, ugye a piros tojásért, meg a 2 forintosért. Aztán utána még, amikor a fiam kisi volt, akkor ővel eljártunk az óvodástársukhoz, és szép lassan én lemorzsolódtam, ez az idő eljárt felettem. Én már csak várom a locsolókat. A vödrök újra megteltek, a fiúk pedig folytatták tovább útjukat Bátaszéken, hogy egy leán sem a haer vagyon el jövőre. Én verset nem tudom, azt mondjanak a kicsik! Mi csak azért jöttünk, hogy nyújunk egy kicsit! Szabad elocsolni! Szabad elocsolni! Házas emberek csak...